Köszönöm szépen. Zácsik Szandra áll itt velem szembe, akivel nagyon sietünk, hiszen dopingra is őt sorsolták, de gondolom ilyenkor még ez se bánt. Nem bánt természetesen, nagyon örülök neki. Ez a győzelem, ez minden elsőpről volt, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, úgyhogy nem érdekel a doping. Én egy kicsit tartottam Ungoránútól, úgy láttam, hogy te viszont nem is pillanatok alatt leamortizáltad. Hát nagyon-nagyon jól kezdtünk, a Nere is nagyon jó, 4x4 átlövéssel kezdtünk, úgy gondolom, hogy ez neki volt nagyon leamortizáló. Az ottani mérkőzéssel sajnos fordítva volt, de ez a közönség úgy gondolom, hogy lehet, hogy megrémisztette. És védekezésben is fantasztikusak voltatok, nem tudom például Szekeres Klárának mi fáradt el jobban, a keze, a lába vagy a szája, mert végig kiabált. Szerintem most még annyira pörök, hogy egyelőre nem érzi, de nagyon-nagyon összeállt a védekezésünk. Egész héten ezt gyakoroltuk, erre készültünk, hogy ha a védekezésünk jó lesz, akkor elől valamit összehozunk. Már csak egy kérdés, nem akarok ünneprontól lenni, de hova tűnik ez a fradi idegenben? Hát ezt én sem tudom, de nagyon remélem, hogy most kijöttünk ebből a mély gödörből, amiben voltunk, és ez a mérkőzés dob rajtunk egy kicsit, és elfelejtjük azokat a rossz mérkőzéseket, amiket játszottunk idegenben. Hát legyen így, és gratulálok a győzelemhez, bár ezzel kellett volna kezdenem, és akkor várom ide Elek Gábort, aki ugye azt mondta a nagybányai meccs után, hogy a második félidő vége már ilyen macska-egér harc volt. Hát itt most a Tom és Jerrybe az egér jó kupán vágta a macskát. Hát igen, ugye az látszott, hogy viszont szerencsétlenek voltunk itt a végjátékban, itt a Temérdek kapufával, és hát elfáradtunk, tehát ez egyértelmű, de hát amit védekezésben műveltünk, és a Szikora Melivel, tehát az azt gondolom, hogy osztályon felüli volt, és hát végül is az, amit a jóslatom az bevált, hogy a védekezések fogják eldönteni ezt a mérkőzést, és abban én úgy gondolom, hogy mi voltunk a jobbak. Igen, az látszott az elejétől kezdve, hogy amiért talán máskor egy kicsit megdorgálnád, vagy legalábbis nem örülnél neki kiállításoknak, sárgalapoknak, az most mind pozitívunként hatott, annyira hiányzott ez a kemény védekezés. Hát én ezt kértem, tehát én mondtam, hogy nagyon gyorsan menjünk el a három sárgáig, tehát azért tudatosítsuk itt az ellenfelünkbe, hogy mi itthon vagyunk, és az, hogy tehát az a védekezés, amit mi nagybányán nyújtottunk, azt ők nem fogják még egyszer élvezni, és ez megtörtént. Én azt gondolom, hogy tényleg ez volt ma a győzelem kulcsa, bár hozzáteszem, az első fél időben itt a lövő teljesítmény az Ácsik Szaninál és a Nerénél az osztályon fölül volt. És hát igazából ugye, tehát itt az Izinek hiányoztak az átlövés gólja, de neki nagyon-nagyon fáj a válla, csak hát ezt nyilván nem publikáljuk előre, nem adunk ötletet senkinek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hősies volt ez ma. Hát látszott, hogy elfáradunk, tehát igazából nagyon-nagyon örülök neki. Nagyon-nagyon örülök ennek a mai győzelemnek, de azt gondolom, hogy én is ugyanúgy elfáradtam, mint a játékosaim, úgyhogy nagyon jól fog esni most egy szabad vasárnap. Hát jó pihenést kívánok, és mi is nagyon örülünk, gratulálok a győzelemhez. Kedves nézők, ez volt innen az értékelés a pályaszéléről, most tartunk egy rövid kereskedelmi szünetet, aztán jövünk vissza az értékeléssel.